Köszöntöm a nézőket! Önök a Heti Reakció című rovatunkat láthatják, amelyben a makójak véleményére vagyunk kíváncsiak hétről hétre aktuális témákban. Június első vasárnapja közel 70 esztendeje a pedagógusok ünnepe. Azt az oktató-nevelő munkát ismerjük el, melyre majd emberi életek, családok, közösségek, az egész ország, a nemzet jövője épül. Ezen alkalomból Makóváros önkormányzata, a Makóváros fejlődésért közalapítvánnyal karöltve évről évre köszönetét fejezi ki a településen dolgozó óvodai és iskolai dolgozók irányába. Az intézmény vezetők jelölése alapján idén 46 főt jutalmaznak, melyre 6 millió forintot különítettek el. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a pedagógusok miért ezt a szakmát választották, és mit tartanak benne a legszebbnek. Nekem igazából még óvodásként maradtak olyan élményeim saját óvónénieim köréből, akik nagyon sok bátorságot és erőt sugároztak már akkor felém. És igazából én már akkor tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni az életem során. Voltak buktatók, de ezeket sikerült mindig leküzdenem. Adta magát tulajdonképpen a fizikának a szeretete, fizika tagozaton érettségiztem, és akkor ezt folytattam tovább főiskolán, majd egyetemen is. És a mai napig is szívügyem végül is a fizika tantárgy. Már itt dolgoztam 3-4 éve, amikor a gyógypedagógus diplomát megszereztem, tanulásban akadályozottak szakon, azóta is velük dolgozom, 19 éve vagyok osztályfőnök, és most már elmondhatom, hogy 1-től 8. osztályig nem csak tiszta osztályban, hanem összevont osztályokban is dolgoztam. Rendkívül nehéz, fárasztó, komoly munka, de óriási energiákat mozgatnak bennem a gyerekek, nagyon szeretem őket. A mi szakmánk egy nagyon gyönyörű szakma, ugyanis nagyon sok szeretetet kapunk vissza, és mi is nagyon sok szeretetet adunk, és ugye a gyerekek szeretettel hálálják ezt meg nekünk, és a pozitív visszajelzések a részükre, amik ugye nekik nagyon fontosak, a megerősítés, hogy ők is jók valamiben, és ezt próbáljuk erősíteni. Otthon a családból jött ez a szeretet a reáltantárgyak felé. Onnan ered a dolog. Később már úgy alakult magától. Először fizikát tanultam az egyetemen, később pedig az informatikára is kicsit átnyergeltem, úgyhogy megszereztem a programozói szakot is. 25 éve dolgozok az iskolában, és azért választottam ezt a szakmát, mert mindig szeretni segítettem volna gyerekeknek, rászoruló gyerekeknek, illetve fogyatékos gyerekeknek. Az első diplomám az óvónő, és az ottani gyakorlatvezetőm, akit én meghatározó egyéniségnek gondolok az életemben, ő éppen akkor végezte a logopédia szakot a Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, és én akkor még nem is tudva azt, hogy ez micsoda, de én azt gondoltam, hogy én szeretném azt csinálni, amit Erzsike csinál, az én gyakorlatvezetőm, és én így kerültem ebbe a szakmába. Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon jó látni, ahogy az eltelt idő alatt a munkánknak az eredményeképpen az esetleges elmaradások szépen megszűnnek, és utolérik a kortársaikat. Azt imádom a munkámban, hogy mindenki egy külön személyiség, egy egyéniség, akiket lehet szeretni, imádni, kísérni az úton.